mivel vennél rá egy tizenévest arra, hogy kerékpárra üljön? Egy olyan tizenévest, aki teljesen óckodik ettől. Igazából rengeteg érvet fel lehet sorolni. Azt hiszem az első, hogy biztonságos, tényleg jó érzés bringázni, jó érzés a városban, óriási szabadságérzetet nyújt, ingyen van, menő, tehát azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat változott, hogy rengeteg bicikli van már, és szebbnél szebb biciklik, stílusról függetlenül, vagy hát pontosan mindenki megtalálja a saját stílusát, és azt gondolom, a lehető leggyorsabb a városban, úgyhogy szerintem mindent adott, hogy egyébként tényleg az ifjúság, az iskolások szerintem megrohamozzák a bicikliboltokat, vagy akinek van már, akkor az iskolát. Szerinted hány évesen lehet ideális megtanítani egy gyermeket biciklizni? Én úgy gondolom, hogy megtanítom bringázni a gyermeket, mert 3 éves kortól szinte lehet bringára feltenni és megmutatni, hogy hogyan is működik a bicikli. Az, hogy a városban bringázni, azt gondolom, hogy azért az egy 14 éves kor, szerintem azért az jó, hogyha megüti az ember. De utána én azt gondolom, hogy én 15 évesen kezdtem el bringázni, amikor elsős gimnazista lettem, és azt mondhatom, hogy igazából az elmúlt 16 évben baleset nélkül egyszer volt egy esésem egy nagy kátyú miatt, de akkor én voltam figyelmetlen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha az ember oda, csak egyetlen titka van a biciklizésnek és a városi biciklizésnek, az odafigyelés, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy vannak gyalogosok, vannak autósok, és vagyunk mi, és mindenünk érdeke, hogy odafigyeljünk mindenki másra. Mert ugye sok bringás azt gondolja, hogy mindig ő az első, mindig ő élvez elsőbséget. Nem, ez attól függ, hogy milyen a közlekedési helyzet, és lehet, hogy valaki elnézett egy szabályt, és minden nap megtörténik az ilyen, de hogyha odafigyelünk, akkor ez kikerülhető. És ezek a szabályok, tehát a biciklizés szabályai, hány éves kortól tanulhatóak meg? Hány éves kortól tudja a gyermek megtanulni azokat, hogy ennek vannak szabályai, és mik pontosan ezek a szabályok? Én azt gondolom, hogy amikor biciklis szabályról beszélünk, azok elméleti szabályok. Tehát amit az ember úgy tanul meg, mint járni, beszélni, vagy egyáltalán élni egy közösségben, hiszen a bringázás egy óriási közösségi dolog. És ezeket a szabályokat gyakorlatilag saját magunk tapasztaljuk, saját magunkat tanítjuk meg vele. Nyilván jó az, hogyha más is megtanít, amikor a szüleink megtanítanak, hogy ezt hogy kell viselni. De én azt gondolom, hogy megint csak visszatérve az odafigyelésre, ez pusztán ezen múlik, hogy megtanulom, hogy már látom a zebrán a gyalogos, hogy valószínűleg nem fog jobbra nézni, mert el van gondolkodva, éppen el van merülve a gondolataiban, akkor lelassítok. Lehet, hogy nekem nyilván mondjuk zebránál nem, de mondjuk lehetne felsorolni meg 1000 ilyen helyzetet, amikor kicsit előre kell gondolkodnom, tisztelnem kell azt, hogy mások is használják az utat, és néha az ő fejükkel kell látnom a helyzetet.